Szent Márton jubileumi év 2016. Szent Márton püspöknek ünnepi napjára. 1700 éve, 316-ban született Szent Márton az ókori Szaváriában, a mai Szombathelyen. A katolikus egyház egyik legnépszerűbb szentje, Európa társvédő szentje mindenkorban példát mutat a keresztényeknek a tökéletes Krisztus követésre. Őt ünnepli az egyház és a Szombathelyi Egyházmegye. A Szent Márton Vallási és Kulturális Egyesület, a Martineum Felnőttképző Akadémia és a Szent Márton Programiroda előadás sorozatot indított, hogy Szent Márton életével, lelkiségével jobban megismertesse az embereket. Teológusok, történészek, művészettörténészek, néprajztudósok világítanak rá a szent életének, korának, illetve kultuszának ismert vagy kevésbé ismert részleteire. Kísérjék figyelemmel a rögzített előadásokat a képernyőkön keresztül, és legyenek részesei az élménynek és a tudásnak. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép jó estét kívánok mindenkinek! Amikor felkértek erre az előadásra, akkor úgy gondoltam, hogy akasszák a hóhért, és hosszú-hosszú napokon, heteken keresztül üldöztek, hogy mondjak valamit az előadásról. Írjak valami ismertetőt, és úgy gondoltam, hogy nem írok semmit, mert Szent Márton lelkiségéről beszélni nagyon nehéz. Nagyon komoly kutatást, olvasást igényel, átgondolást igényel, és egy nagyon széles spektrumú témáról van szó. Én úgy gondoltam, hogy a mai estén mozaikot állítunk össze, és én különböző mozaik köveket hoztam önöknek, és remélem, hogy ezekből a kövecskékből az est végére összeáll egyfajta mozaik Szent Márton püspökről, az ő lelkiségéről, de ez a mozaik így sem teljes. Tehát a teljesség igénye nélkül. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Amikor Szent Márton püspök lelkiségéről gondolkodunk, és a lelkiség motívumait vizsgáljuk, akkor tulajdonképpen egy mély kapcsolatot, egy barátságot szemlélünk. Méghozzá a Jóisten és Mártonnak a barátságát. A barátság, a kapcsolat kialakulása különleges. Mert ugyan milyen lelkiségről beszélhetnénk annál a fiatal embernél, akit a római birodalomban Martinusnak hívtak. Tudjuk, hogy az ókorban a névvel már előre meghatározták az illető személynek az életét. Egy ember neve már jel volt, ahogy azt a latin közmondás is mondja, nomen est omen, és sok mindent elárult a név viselőjéről. Vajon Szent Márton esetében nomen est omenről van szó, vagy tegyük fel úgy a kérdést, hogy milyen mértékben van nomen est omenről szó? A Martinus nevet viselő gyermek életét a háborúnak, a küzdelemnek, a katonáskodásnak és a katonai karrier utáni vágynak kellett volna inspirálnia, mert neve alapján őt a római hadistennek, Marsnak ajánlották, és az ő képét tettük ide.
A római hadisten, a háborúnak az istene, Zeus és Héra fia. A harc a birodalomban egy általános kötelezettség, egy szociális és természetes szükségszerűség volt. Az élet a római emberek felfogásában egy háborús harcot jelentett. Az emberek egy állandó harckészültségben éltek. Olyan edzetté és keményekké váltak, hogy háború esetén a legvégsőkig meg tudták tartani harcállásukat, mit sem törődve a sebesülésekkel. Esetünkben egy tehetős pogányszülőktől származó katonai légkörben felnövekvő gyermekről van szó, aki környezetével ellentétben érzékeny és nyitott lelkülettel rendelkezett. Ez egy olyan adottsága volt ennek a fiúnak, amire a Jóisten kegyelme könnyen építhetett. Ezért egy kiváló ifjú szent gyermeksége szinte első éveitől kezdve Isten szolgálatára vágyódott, mondja Szulpicius. Nem puszta érdeklődésről vagy kíváncsiságról van itt szó, hanem a Jóisten meghívásáról, amiről Jézus ezt mondja, senki sem jöhet hozzám, ha nem vonza őt az Atya, aki küldött engem, olvashatjuk a János evangéliumban. A gyermek engedett ennek a vonzásnak, és válaszolt Isten meghívására. A kereszténység megragadta őt, miután jobban megismerte Krisztus követőit, a kapcsolatukból származó tapasztalata egyre jobban növelte benne a bátorságot. Keresztény erényé érlelődött bátorság egész életére jellemző volt Mártonnak. Márton mert keresztényé válni. Ugyanis szülei akarata ellenére felvételét kérte a katekumenek közé, hogy Jézus Krisztus tanítványa lehessen, és felvegye a keresztséget. Hogy mit jelent katekumennek lenni, mi az a katekumenátus, erről Környek Róbert atya nagyon szép előadást tartott. Márton mert keresztényként élni, és keresztényként cselekedni. A katonasságnál testvérként élt és bánt rabszolgájával. A IV. Században egy magától értetődő jelenség volt a rabszolgaság. Ez az osztály képezte az antik társadalom alapját. Általában a harcokban foglyul ejtett emberek váltak rabszolgává. Nekik semmiük sem volt. Nem házasodhattak, és családot sem alapíthattak. Jogilag semmivel sem rendelkeztek, ami az embert emberré tette. Élő tárgyak voltak csupán, akiket adni, venni lehetett. Ez összeegyeztethetetlen az evangélium tanításával. A katona Márton úgy bánt és úgy viselkedett rabszolgájával, a Szent Pál apostol Filemonnak tanítja levelében. Ugyanis Filemon rabszolgája Pálhoz szökött, megkeresztelkedett, és küldi vissza. És ekkor írja Pál, hogy visszakapd őt mindörökre, már nem mint rabszolgát, hanem többet, mint szolgát, mint szeretett testvért. Így bánt tehát Márton a saját szolgájával. A keresztény életmóddal Márton kontrasztjává vált tehát társainak és kora társadalmának. Úgy, ahogy a többi keresztény is. Ez azt jelenti, hogy életvitelükkel nem hasonultak mindenben a körülöttük élőkhöz, hanem Krisztus uralmának erőterében élve
a keresztségben megkapott szentséget összeegyeztették mindennapi életükkel. Ez nem jelentette azt, hogy ellenségek lettek volna a társadalom többi tagjaival szemben, vagy ellenfélként viselkedtek volna. Bár Márton még csak készült a keresztség felvételére, de már ebben az élethelyzetben megpróbálta életté, gyakorlattá váltani a keresztény tanítást. Igen jó indulatú volt társaival szemben, csodálatra méltó szeretet, valamint emberi mértéket felülmúló türelem és alázatosság jellemezte őt, így ezt Sulpicius. Megvalósította tehát Jézus szavait, aki első akar lenni köztetek, az mindenkinek a szolgája lesz, írja Márk. Márton mert kilépni a régi megszokásból. Wormsban elvált a hadseregtől, és mint előbb láttuk, a hadseregben sem adta fel szíve vágyát, hogy Jézus tanítványa lehessen és Isten szolgálja, hanem egyre jobban meggyőződésévé tette a keresztény tanítást. Csak külsőleg volt a császár katonája, belsőleg Krisztus katonája volt, és kialakult egy belső tartás, amihez mindig igazodott. Olyan emberré vált, aki tisztában volt önmagával, helyén tudta kezelni a dolgokat, és tudta, mit miért csinál. Nem cselekedett meggondolatlanul, hanem csak akkor, amikor erre megéretnek látta az időt. Püspöki életvitele is eltért a megszokottól. Márton idejében nagy volt a veszélye annak, hogy a püspökök elvilágiasodnak, és teljesen a hatalom szolgálatába állnak. A püspökök egyházi szolgálata a Római Birodalom szolgálatát jelentette. Fontos volt, hogy egy püspöknek legyen társadalmi rangja, vagyona, jó külső megjelenése, és tudjon jól reprezentálni. Viszont egyáltalán nem volt fontos a jámborsága. Márton eltávolodott az ilyen udvari püspöki életmódtól és életfelfogástól. Püspöki mi voltában egy új profilt állított az emberek elé, a szerzetes püspököt. Ő nem csupán egyszerűségben élt, hanem remete szerzetesi aszketikus életmódjával megvalósította az evangélium tanítása szerinti életet. Neki nem kellett a rang, a vagyon. Nem volt fontos a külső megjelenés, Márton nem törekedett reprezentációra. Piszkos ruhája, haja gondozatlan, mondja róla Sulpicius. A pezsgő élet szinterei abban az időben a városok voltak, ahol a gazdasági, a politikai és a vallási élet zajlott. Ezzel ellentétben a falvak elhanyagoltak maradtak, a lakosság legnagyobb része így pogány volt. Római és helyi istenségeket, bálványokat imádtak a szent helyeken. A szent püspök gyalog és egyszerűen vándorpüspökként járta ezeket a településeket, a pogány szentélyeket lerombolta, prédikált Krisztusról, meggyőzve a falusiakat a helyes vallásosságról. Sohasem hagyott maga után vallási vákumot, mert szerzeteseit állította a megtért közösségek élére, így alapított plébániákat. Márton bízott a szó erejében, püspöktársaival ellentétben, Priscillián eretnek püspökkel szemben, nem az erőszakot és a halált, hanem a dialógust és a meggyőzést szorgalmazta. Priscillián ugyanis keresztségétől fogva a kemény aszkézis mellett kötelezte el magát. Ezt oly túlzásba vitte, hogy az önmegváltással és a mágiával vádolták meg. Keményen ellenezte ő is az egyház elvilágiasodását.
ezzel vétett a római törvények ellen. Püspöktársai feljelentették, elítélték és halálát követelték. Bár Márton egy idő után elbúcsúzott a hadseregtől, mégis egész életét meghatározta a katonai lelkület, ami más volt, mint a testőrség tagjai. Az akkori keresztények életüket Krisztus parancsnoksága alatti katona életként értelmezték. A kereszténység szóhasználatában sok katonai kifejezés és szokás is meghonosodott, és új értelmet kapott. És ez egy nagyon érdekes dolog. Például az eskü. A katonai életben levő eskü, ami keresztségünkkel vált egyenlővé. Az állomáshely jelentette a böjtöt, a kereszt az Úr Jézus Krisztus szimbólumát, és nagyon érdekes, hogy eskü letételekor az idegen nemzetiségű katonák új római nevet kaptak. És ez egyenlő a keresztségkor kapott keresztnévvel. Márton Krisztus katonája volt. Életén végigvonul a harc, a küzdelem. Remete életében küzdelem a kísértésekkel, vágyakkal, emberi igényekkel, eddigi megszokásokkal és a démoni hatalmakkal. Harcolt ő a hit tisztaságáért, küzdött az ariánus eretnekekkel. Demonstratívan élte meg az aszketikus életformát. A fentebb elmondottakból az is kiderült, püspökként missziós útjain küzdött a pogányság ellen. Püspök társaival ellentétben szembehelyezkedett a császárral, aki egyre jobban beavatkozott avatkozni az egyház ügyeibe. Védte az ember méltóságát és az életet. Egy katona mindig teljes erőbedobással harcol, és teljesen átadja önmagát az általa szolgált ügynek. Mártonban is megérlelődött a tökéletesség utáni vágy, hogy teljesen átadta ma önmagát Krisztusnak, és eljusson a vele való tökéletességre. A vértanúság volt ennek a legtökéletesebb útja. A mártírok azok a keresztények voltak, akik a Krisztusba vetett hitért, Krisztus nevéért, iránta való szeretetből szabadon elfogadták és elszenvedték a halált. Mártíromságukkal a tökéletességet és a halál fölött aratott győzelmet jelenítették meg. Ők voltak a közösség hősei, akiknek életfelajánlása teljes áldozatnak számított. Így jutottak el az áhított tökéletességre, a Krisztussal való egységre. Ezért a keresztények előtt követendő példaként álltak. A vértanúság utáni vágy élt Márton szívében is. Sulpicius így ír erről. Bár korának körülményei nem tudták megadni neki a mártíromságot, nem hiányzott belőle a mártírok dicsősége, mert kívánta, és erényei által az lehetett volna, sőt, mártír is akart lenni. Önként szállt volna nyeregbe, önként ment volna a lángok közé, nem félt volna attól, hogy fűrésszel és kardéllel levágják tagjait. Ha pedig a pogányok orvosához hasonlóan fővesztésre ítélték volna, a hóhért sürgetve elsőként kívánta volna elnyerni a vértanúsághoz szorulját. Eddig az idézet. Kánszúzó Frank Mártonról írt egyik tanulmányában, a püspök vértanúságával kapcsolatban kiemeli életének azt az eseményét, amikor Márton megkeresztelt katonaként Julianus császár előtt a hadseregből való távozását, elbocsátását kérte. Megállapítja a szerző, hogy Sulpicius hősét a vértanúságot vállaló keresztény katonák, a császárt pedig a keresztényeket üldöző tyrannus szerepébe helyezte.
Ugyanis Márton a Konstantin császár előtti időkben, amikor a birodalomban véres üldözés volt, a szolgálat megtagadásért az életét veszélyeztette volna. Román Menzing is megjegyzi, hogy Márton cselekedete komoly hitvallásnak számított. És ezt látjuk a képen. Márton idejében már csak keveseknek adatott meg a vértanúság ajándéka. Szulpicius mégis ezt írja róla, beteljesítette a mártíromságot. Igaz, nem a vérét kiontva, hanem vértelenül. Ennek bizonyítékaként felsorolja mindazokat a szenvedéseket, amelyeket a szent életében elviselt. Éhínség, virrasztás, ruhátlanság, irigye gúnyolódása, betegekért való aggódás. Amit Sulpicius állít, az megegyezik Origenész, Ciprián és Tertullián véleményével, akik azt tanították, hogy minden keresztény hivatást kapott arra, hogy naponta tanúságot tegyen hitéről az úgynevezett lelki vér tanúsága által. A remeték lelki mélyén élénken élt a vértanúság vágya, mivel azonban erre nem nyílt alkalmuk, aszkézissel helyettesítették a véres tanúságtételt. Így alakult ki az úgynevezett vértelen vértanúság. Robert Márkus könyvében kimutatja, hogy a Konstantin utáni időkben, amikor a keresztények életfeltételei és társadalmi helyzete gyökeresen megváltozott, hogyan foglalták el a remeték és a szerzetesek a vértanúk helyét. Átvették a vértanúság örökségét, mint a keresztény katonaság egyik formáját. Hitüket vallásos tevékenységükkel mutatták ki, és nem a kínzások és a vértanúhálál által elszenvedett testi fájdalommal. Küzdelmeik bemutatására az élettörténetek írói olyan kifejezéseket használtak, amelyekkel korábban a vértanúk hősiességét írták le. Márkus könyvében idézi Nagyszent Gergelyt, aki párhuzamot von a vértanúk halála és az aszkéta önmegtagadása között. Tanítja, hogy mindkettő teljes áldozat, mert az aszkéta szívében teljesen feláldozza önmagát Istennek. Az égélő remeték fegyverei, az imádság, a böjt, a jámborság, a szelídség, a tisztaság, a szűzesség és az irgalmasság cselekedetei voltak. A szűzességet és a szerzetesi lemondást is egyenértékűnek tekintették a vértanúsággal. A császári hadsereg milíciájából Krisztus hadseregének milíciájába szegődő Szent Márton története széles körben elterjesztette drámai képet, amely segített népszerűsíteni a helyes mártíromság fogalmát, írja ez a Márkus. Felmerül bennünk a kérdés, hogy mi megy végbe egy pusztában élő remetében, azt a saját tapasztalata alapján András Knap így mondja el. Az a benyomásom, hogy érzékenyebbé váltam saját magam és a környezetem felé. Mivel itt az érzékeket érintő ingerek teljesen lecsökkentek, érzékenyebbé vált az érzékelésem. Ha mezitláb felmegyek a dűnékre, érzem a nagyon finom homokszentség csiklandozását. Meglátom az élet apróbb jeleit, egy picinke virágot, amelynek színe úgy világít és ragyog, hogy azt, az itt nagyon ritka lepke rögtön megtalálja. Meghallom a halkabb neszeket is, és már messziről érzem egy bokor illatát. Az öröm sokkal spontánabbul is ragyogóbban tör fel belőlem, mint egyébként. Az egyedüllét fájdalma mélyen belevály a húsomba. Az Isten érzékelése is sokkal kifinomultabb lett. Annak megsejtése,
hogy Isten lát, megérint és megszólít, sokkal mélyebben hatol a szívembe. Az Istentől való távolság megtapasztalása viszont egészen a velőkig megráz. Ahogy Johannes Tauler is megállapítja, a pusztába vezető út azt a lehetőséget rejti magában, hogy a bensőnkhöz vezető utat szabaddá teszi, és annak mélységében rátalálunk a forrásra, Istenre. Ezen életforma által Márton is eljutott a teljes önátadásnak arra a fokára, hogy állandóan Isten jelenlétében élt. Szulpicius ezt a következőképpen írja le. Teljes lelkével érezte a Szentlélek jelenlétét. Máshol egy időre imádságba merült és érezte, hogy jelen van az Úr lelkének ereje. A püspök Istennel való mély kapcsolatát ebben a történetben az emeli ki, hogy nem egy boldogító, egy örömet okozó vagy átlagos pillanatban érzi Isten jelenlétét, hanem a csapásban, a bajban, a fájdalomban. Ilyen esetekben mi pontosan az ellenkezőjét állítanánk, mivel csapás ért, Isten elhagyott engem. Hány ember mondja? A sátánnal való találkozásában Márton a 118-as Zsoltár 6. versét idézi, amely így szól. Istenben bízakodom, nem félek, ember mit áthat nekem? E Zsoltárban a Szentíró az emberért küzdő, az ember érdekében, az ember javára cselekvő Istenről énekel. Isten szabadító szeretetébe vetett mély bizalom tükröződik ebből a Zsoltárból, amit Márton teljesen magáévá tett. Ugyancsak Istennel való kapcsolatára mutat a püspök imádságossága is. Ő ugyanis mindenhol, minden időben mély imádságba tudott merülni. Ki elolvasta a Bátorság és Irgalom című regényt, bámulatos szépen ábrázolja Hünermann ezt. Az ima mindennapjainak teljesen a részévé vált. Soha nem múlt el olyan óra, se olyan perc, amelyet ne szentelt volna az imádságnak, mondja Sulpicius, de még az olvasás és más tennivaló közben sem hagyott fel az imádsággal. Mint hogy a kovácsoknak az a szokásuk, hogy munka közben az üllővasra, mint egy pihenésképpen ráütnek, úgy Márton még akkor is imádkozott, ha látszólag mást csinált. A Sulpiciusi életírásból kiderül, hogy jól elsajátította a remeték lelkiségét, mert az imádság meghitt fegyverévé vált. Egy-egy csodás eseményekben az imádság mellett ott találjuk Mártonnál a keresztjelét is. A pogányok által tisztelt fenyőfa kivágásánál Márton fölemelte kezét, és felmutatta az üdvösség jelét, ez a kereszt. Párizs kapujában megáldott egy leprást, itt van a kereszt. A tüzet úgy győzte le, hogy fölvette a kereszt zászlaját. Az 5.-6. századig, így Márton korában is, a rajzolt, festett keresztet illeti meg az elsőség. A festett kereszt jelet nem kifogásolták a pogányok sem, számukra a keresztfának a tisztelete azonban botrányt jelentett. A keresztények számára viszont győzelmi jel, üdvösséges fegyverzet, a démonok által legyőzhetetlen pajzs volt. A jelben rejlő erő képes volt a hittitkokat önmagában hordozni. Meg tudta jeleníteni, képviselni Krisztust, a megváltás kegyelmeit, az ember végső boldogságát, az üdvösséget, írja Dávid Katalin. Egy második századi iratra utalva Vanyó megerősíti ugyanezt. A keresztények
szoros kapcsolatot láttak Krisztus személye és keresztje között. A sivatagban, erdőkben, szigetekben elvonult remeték körül lassan-lassan közösségek, úgynevezett remetett telepek, remetett falvak alakultak ki, mert a magányban élő aszkéta példájával vonzani kezdte az embereket. Ehhez hasonlóan alakultak ki Márton kolostorai, Rigusében és Malmötyében is. Ahogy Karl Suzo Frank megjegyzi, a püspök remete tanítványokat vonzott maga köré, és egy gazdagon lakott remete kolónia alakult ki. Mivel ezek a remeték voltak a bölcsek, ezért az emberek életük nehézségeivel és a Szentírással kapcsolatos kérdéseikkel fordultak hozzájuk. A kérdezők és kíváncsiskodók közül sokan a remeték közelében telepedtek le, és elkezdték őket utánozni. A példaképű szolgáló bölcs lett a hozzájuk forduló emberek lelki vezetője. A lelki atyaság egy különleges karizma, isteni ajándék volt a közösség számára. Ő volt a kis csoport alapja és előfeltétele. Felelősséget viselt testvérei lelki üdvösségéért. Tanácsai, iránymutatásai a testvérben a természet feletti élet kibontakozását szolgálták. Ők pedig fiúi bizalommal voltak a lelki atya iránt, és vezetésével saját maguk tökéletesedésért küzdöttek. A lelki atya volt az a pont a közösségben, akinek segítségével rátaláltak Istennel való helyes kapcsolatra, a harmóniára. Benne, a lelki atyában, Isten gyönkét atyasága nyilvánult meg. Sulpicius szűkszavúan így ír erről. Csaknem 80 tanítvány élt ott, azaz a Marmutyében, akiket a mester példája nevelt. Márton tehát lelki atya volt. Milyen kérdések merülhettek fel a szerzetesekben? Johannes Cassianus, aki 360 és 435 között élt, látogatást tett az egyiptomi szerzetes atyáknál. Két műben írta le a szerzetesek beszélgetéseit. Ezeket olvasgatva választ kaphatunk a kérdésükre. Az első kérdés. Milyen lépcsőfokokon lehet feljutni a szeretet tökéletességére, és miben áll a benne való álhatatosság? Miből lehet felismerni, hogy még nem tisztult meg a lélek? Miben áll a tökéletes tisztaság? Mi módon élhetjük el a lelki dolgok megismerését? Mikor terméketlen a lelki adomány? Miben csodáljuk a szenteket? Testvéreink óhaja ellenére is véghez kell levinnünk, ha valamit hasznosnak tartunk. Milyen okok miatt szokott keletkezni viszálykodás a lelki emberek között? Hogyan fékezzük meg önmagunkat? Hogyan lehet szert tenni igazi türelemre? A szerzetesek lelkiségéről bölcs mondásaik árulkodnak. Péter King ezt így demonstrálja. A jó aba, kérte Makáriusz abát, mondj nekem egy igét. Azt mondta neki Makáriusz aba. Kerüld az embereket, ülj nyugodtan a kunyhóban, sirasd bűneidet, ne szeresd az emberek fecsekését, és üdvözülni fogsz. A tavasszal 2016-ban Dejcsics Konrád atya előadásában a témakörben nagyon érdekes és izgalmas dolgokat fognak majd hallani. Márton szerzeteseinél már egyfajta rendszert követő szerzetesi életet figyelhetünk meg. Rigusében is vannak már hagyományok. Ilyen a halottért való virrasztás. A középre helyezett testet a gyászoló testvérek éppen végtisztességben részesítették, mondja Severus. Marmutyében, a Május monasztériumban közös kolostori élet van, teljes elrejtettségben, visszavonultságban és elkülönültségben. A testvéreknek nem volt saját tulajdonuk,
hanem, mint a jeruzsálemi egyházban, mindenük közös volt. Míg máshol a szerzetesek, ahogy Péter King írja, idejük egy részét könnyebb kézműves munkával, például kosárfonással töltötték, hogy az elkészített dolgokat ezután elcseréljék vagy eladják, addig Márton kolostorában mindez tilos volt. A kézi munkák közül is csak könyvmásolást végezték, és azt is csak a fiatalok, mert az idősebbek kizárólag az imának szentelték magukat. Életükben megmutatkozik az anyagi javaktól való teljes függetlenség és a gondviselésre való ráhagyatkozás. A közösség gazdasági alapját a túri egyház jelentette. Ebben a kolostorban nagy hangsúly volt az imádságon, a szemlélődésen, az elmélkedésen, az úgynevezett víta passzíván. Mártonnak és szerzeteseinek missziós útjai viszont bizonyítják, hogy ezt az életformát összekapcsolták az aktív életformával, a lelkipásztori életformával. Ez utóbbi is azt bizonyítja, hogy a kolostorban még nem volt úgynevezett stabilitás loci, vagyis helyhez kötött életforma, hanem csak egy ideig tartózkodtak a kolostorban, és közben missziós munkát végeztek. A napi egyszeri étkezés, a bor mellőzése, a durva vezeklő ruha, az aszketikus vezeklő életstílust állítja elénk. Márton demonstratívan élte meg ezt az életformát. Ez egyben egy tiltakozás is volt a kereszténység elpolgáriasodása és felhigulása ellen. Ezért ezt az életformát az elvilágiasodott udvari püspökök nem fogadták el. Minden esetre a kolostorok a spirituális élet központjai voltak, lelkiségük hatással volt a környezetükben élő emberekre. A szentföldönjárt zarándokok a keleti remeték és szerzetesek életét romantizált és heroizált módon ismertették a hazaiakkal. Ideális magaslatokba emelték őket. Szulpicius írásaiban is ugyan erre a magasságra emelte Mártont és szerzeteseit. Román Menzik könyvében az olvasható, hogy Márton történeteit állítja elénk, méghozzá úgy, hogy kapcsolatot teremt Márton történetei és a Szentírás között. Nézzük csak meg! A szerencsétlen ember könyörgött az arra járókhoz, hogy szánják meg, de mindnyájan elmentek mellette. Hogy ez a köpeny megosztás története, amilyen kapujánál vagyunk, észre szerencsétlen a koldus. És nézzük meg, Román Menzik megtalál ebben a mondatban egy szentírási gondolatot. Egy pap jött lefelé az úton, észrevette, de tovább ment. Vagyis elment mellette. Később egy levita jött arra, meglátta, ő is elment mellette. Folytatva a köpenymegosztást, Márton elvágta vele köpenyét, és egyik részét odaadta a koldusnak. Akinek két köntöse van, ossza meg azzal, akinek egy sincs. Néhány körülötte álló nevetett rajta, mondja Szulpicius, mert megcsonkított öltözéke csúfnak látszott számukra, azaz gúnytárgya volt Márton köpenye már. S hova irányítja ez a keresztény olvasó figyelmét? Azután bíborszínű gúny ruhát, köpenyt adtak rá, ez pedig Jézus szenvedés története. Meglátta Krisztust, majd hallotta, hogy Jézus a körülött álló angyalok sokaságához így szól, ez Márton álma már, és itt is a Szentírás jelenik meg, amikor eljön dicsőségben az emberfia, és vele mind az angyalok, helyet foglal a dicsőséges trónján. Egy következő eset, a halott katekumen feltámasztása.
A katekument, azaz Márton tanítványát, bágyadság fogta el, és heves láz gyötörte. Márton éppen akkor távol volt, mivel 3 napig nem volt otthon, amikor visszatért, holta lelt rá. Menzing ebben felfedez valami érdekességet. Jézus távol van, amikor Lázár megbetegszik és meghal. Szópicsős? Teljes lelkével érezte Márton a Szentlélek jelenlétét. Az Úr ereje, a Szentlélek, akkor arra indította, hogy gyógyítson. Megkérte az ott lévőket, mondja Szulpicius, hogy hagyják el a cellát, amelyben a holttest feküdt. Amikor Jézus az elöljáróházába ért, látta a fuvolásokat és a lármás tömeget, rájuk szólt: távozzatok! Majd az ajtókat bezárva, Márton a halott testvér tagjaira borult, egy időre imádságba merült. Amikor Elizeus belépett a házba, a fiú ott feküdt holtan az ágyán. Bement, magára zárta az ajtót, és az Úrhoz könyörgött. Azután fölment az ágyra, és a fiúra borult. Vajon ezek az érdekes megfigyelések mit tanítanak nekünk Márton püspökről? Mit mondanak az ő lelkiségéről? Márton nem csak jól ismerte a Szentírást, nem csupán gyorsan és könnyedén oldotta meg a Szentírásban felmerülő nehézségeket, hogy Szulpicius bemutatja nekünk ezt, hanem tetteivel hitelesítette is tanítását. És ezt veszi észre Menzing ezekben a példában. A fenti példák arra mutatnak rá, hogy Márton életében a Biblia eseményei, mondatai megelevenednek, mert ő Jézus tette jelenvalóvá az emberek között. Vagyis a Mártonnal találkozó emberek azt tapasztalták, hogy általa Jézus közöttük jár. Tehát a szent embernek nagyon mély kapcsolata, mély Isten kapcsolata volt, ami nem csak mély imádságos lelkületében nyilvánult meg, hanem tetteink keresztül is. Ezért nevezték őt Isten barátjának. Van egy imádság a Szent Márton imakönyvben, ami így szólítja meg Mártont. Isten barátja. Ez egyenlővé teszi Mártont a bibliai nagyokkal, Ábrahámmal, Mózessel, a prófétákkal és az apostolokkal. Ezért mondja őt Menzing is apostoli embernek, mert ahogyan az apostolok jelenvalóvá tették az evangéliumot, úgy Márton is. Ugyanígy mutatja be őt könyvében Regi per Nud is. Az ilyen tettek felébresztették az emberek szívében a hitet, mert a szív enged a kegyelem formáló erejének, ahogy írja Benedek pápa. Szinte senki sem volt, aki ne kívánta volna a kézrátéltet, vagyis a kerességet, és elhagyja a hitetlenség tévegését, ne hitt volna Jézus Krisztusban, ugyanezt megerősíti Szeupicius. Nem csak felébresztette Márton a hitet mások szívében, hanem harcolt is a hit tisztaságáért, mert felelősséget érzett az igaz hit egységéért. Az akkori kereszténységen belül Jézus valóságos istenségével kapcsolatos dogmatikai viták zajlottak. A tévtanítás egy Árius nevű paptól származott, aki tagadta Jézus Krisztus valódi istenségét. Ő azt tanította, hogy Krisztus nem egy lényegű az atyával, hanem csak hasonló hozzá, mert Krisztus az atya első teremtménye, akit az atya fiává fogadott. Erről részletesebben Németh Norbert atya beszélt az ő előadásában már. Márton mesterével, Hilárius püspökkel, aki komoly hatást tett rá, együtt harcolt a tévtanítás ellen.
A papok eretnegsége ellen szinte egyedül Márton küzdött. Igen, határozottan. És amiatt sok bántalom érte, nyilvánosan megvesszőzték, majd a tartományból is kiűzték, mondja Severus. Majlandban is zaklatták, és onnan is elűzték az ariánusok. Így tett ő hitet a nicéai zsinaton megfogalmazott hitvallás mellett, vagyis a hitvallók sorába került. Szembe került a császárral is, aki kihasználva a keresztények belső harcait, megpróbálta visszaállítani a pogány kultuszokat. Walter Kaspar és Kárszúzó Frank szerint ez is hozzájárult a hadseregből való távozásához. Mint az előbb és fentebb láttuk, Márton sokat küzdött egész életében. Ám ez a harc mindig az igazságért, Jézus Krisztus ügyéért folyt, többek között a békességért. Közben szükségessé vált, hogy meglátogassa Kant egyházának hívő közösségét, mert ezen egyház klérusai egymással visszaállkodtak, és Márton helyre kívánta állítani a békét, mondja Szópicius. Wolfgang Urbán már a hadseregből való távozásakor pacifikusnak, egy valódi békevivőnek mondja Márton, mert bátorsága és közbeni járása hozzájárult az ellenségek közötti békéhez. Az elhangzottakban néhány mozaik kövecskét gyűjtöttünk össze Márton lelkiségével kapcsolatban. A legértékesebb kő közülük a Jézus Krisztus iránti izzó szeretete. Márton őt akarta utánozni, minden emberben meglátni, kiváltképp a szegényekben és a szükséget szenvedőkben. Láttuk, hogyha valamivel nem egyezett meg Jézus iránti szeretettel, akkor azonnal tiltakozott. Hitének és cselekedeteinek mércéje az élet, az élet teljessége volt, amit Jézusban tapasztalt meg. Számára Isten, az élet Istene, akinek fontosak az emberek. Ő, Márton, mellette akart tanúskodni, és neki Istennek akarta életét oda ajándékozni. Az élet szolgálatában fordult a szegények és a szükséget szenvedők felé. Nagyon érzékenyen reagált az emberek szenvedéseire, és ahol tudta, megpróbálta azt csillapítani. Élet ideáljává tette az evangélium dobogó szívét, az irgalmasságot, ami hitelességét igazolja. Mert, hogy Ricardi professzor írja, a szegényekre való figyelem a keresztény élet egyetemességének mutatója. Márton püspökként is a nép embere maradt, érdekelte az egyszerű emberek sorsa, szembeszállt a megfélemlítésekkel és az elbátortalanításokkal. Istenre alapozottnak tudta magát, megőrizte függetlenségét és szabadságát. Egy szegény, evangelizáló egyházat reprezentált, amelyik az evangéliumi életet éli, és mindez a szerzetességén keresztül válik nyilvánvalóvá. Igazak Mártonra 16. Benedek pápa szavai, és ezzel zárnám. A mai világnak elsősorban olyan emberekre van szüksége, akinek szívét, lelkét megvilágosította az Úr szava, képesek sokak szívét és elméjét megnyitni arra, hogy vágyodjanak Isten és a vég nélküli igaz élet után. Ilyen keresztény remete, püspök volt Szent Márton is. Köszönöm szépen!
Szent Márton Akadémia. A hit és a tudás forrása.